A baloldal nagy reményeket fűz az ellenzéki összefogáshoz, azonban közel sincs ekkora egyetértés, mint ami látszik róluk. És itt van velünk Novák előd, a mi hazánk mozgalom alelnöke, öregedt kívánok. Először is arra szeretném megkérni, hogy a Gyurcsány Ferenc évértékelőjével kapcsolatban néhány szót mondjon, hogyan értékelte ön Gyurcsány Ferenc évértékelőjét. Jó reggelt kívánok! Hát megmondom őszintén, hogy engem már nem köt le Gyurcsány Ferenc évértékelője, így nem is tekintettem meg, bár így, egy, -egy szalagcímet azért elcsíptem, ami a szokásos gátlástalanságáról tett tanúbizonyságot. Nagyon fáj számomra, hogy ő továbbra is meghatározó személy maradhat, tehát nem csak, hogy az elszámoltatás maradt el az elmúlt nyolc évben, ha mondhatjuk így, most már most elmúlt tíz évről is beszélhetünk, de normális esetben egy állítólagos rendszerváltás után egy egykori kommunista vezető, mint amilyen volt ő, nem csak egyfajta kis titkár volt ő, hanem a kis központi bizottságának titkáraként olyan magas szintű vezetője volt az előző rendszernek, hogy normális esetben egy állítólagosan új rendszerben nem lehetett volna nem, hogy miniszterelnök, de még országgyűlési képviselő sem. Most pedig sajnos azt látjuk, you hogy ismét vezéralakjává vált a balliberális ellenzéknek, amelyből természetesen a mi hazánk mozgalom nem kér, mi egy gyurcsánymentes övezet vagyunk, egyetlen gyurcsánymentes ellenzéki pártként szeretnénk. A Momentumnak is ez volt az igénye pár évvel ezelőtt. Hát persze, meg az lmp nek meg a Jobbiknak is. Hát nézzük meg, ugye az LMP Gyurcsány Ferenc kormányzása idején alakult meg, lehet más a politika címén, próbált alternatívát kínálni, kifejezetten a Gyurcsány kormányjal szemben, aztán előbb a, a PM, a párbeszéd a mandátumért nak csúfolt tömörülés egyezett ki Gyurcsány Ferenc, ja, majd a végül az egész ellen. Gyurcsány LMP. Ferenc ellen jött létre gyakorlatilag, és most mégis Igen. bekebelezte őket Gyurcsány Ferenc. Erről mit gondol? Hát valóban az sds hez lehet csak hasonlítani azt az árulást, amit az LMP és a Jobbik is elkövetett, hiszen a Jobbik is valóban Gyurcsány Ferenc kormányzásával szemben jött létre 2003-ban. Az alapító nyilatkozat szerint is a kommunista utódpárt, az MSP, az akkor a Gyurcsány Ferencet is tartalmazó MSZP, és a vele összeforr szélsőséges liberálisok eltávolítása a hatalomból. Ez volt az egyik alap cél, amit az alapító nyilatkozat tartalmazott. Ehhez képes látjuk azt a politikai prostitúciót és annak legperverzebb formáit, hogy képesek Gyurcsány Ferencet vagy feleségével is összefeküdni. A hatalom minden áron való megtartása vagy megszerzése érdekében Gyurcsány Ferenc igazából szeretne kerülni nyilvánvalóan a hatalomban. Láthatjuk azt, hogy rendkívül kiéhezettek a korrupció, is, tehát például a DK fővárosának tekinthető Új-Budán is csúcsra járatják a, a, korrupciót, a titkosításokat, tehát ezzel szemben a mi hazánk mozgalom ebből nem kér, mi úgy szeretnénk alternatívát kínálni, hogy ne hozzunk vissza egy még rosszabbat, hiszen természetesen szeretne az ember kormányt váltani, sokszor szeretne mondjuk mobiltelefont is cserélni, na de hát nem egy rosszabbra, hát mindig előrébb szeretnénk lépni, nem egy még rosszabbat szeretnénk visszahozni. Igen, volt, aki öregecskedő feleséget is szeretett volna cserélni egy időben. Beszéljünk kicsit a munka Munkáról. Ennek a szivárvány koalíciónak, ha nevezhetjük így, most a legfontosabb felkészülési szakasza az lesz 2022-re, hogy egyezkedjenek a képviselő jelölti helyek kapcsán. A mi hazánk esetében ez a munka jelenleg hogy áll. 2021 elején vagyunk. Nyilvánvaló, önöknek a jelenlétet kell erősíteni azokon a vidéki bázisokon, ahol a jobbik korábban erős volt. Ez a munka megy, és ez a, ez a munka kimerül-e abban, hogy azokat a, az egykori szimpatizánsokat biztosítsák arról, hogy azt a szellemiséget képviseli most egy másik párt. Igen, nagyon fontos kérdés, és valóban nevezhetjük szivárvány koalíciónak, hiszen már az ászlajuk is tulajdonképpen az önkormányzatokra ki is tűzték ezt a e, szimbólumot, és így próbálják egyben tartani, hogy mindenkit próbálnak úgymond megvásárolni. A Momentumnak adnak egyes megbízásokat, látjuk ezt a különböző önkormányzatokban is, a saját holdudvarukat próbálják kitömni, de ez nem sokáig fog tartani. Látszik már recsegropog az egésznek az eresztéke, és nem tudom, hogy meddig tartható egyben ez az érdekházasság amit kötnek itt maguk között. A mi hazánk mozgalomnak valóban az a küldetés, hogy számos olyan programpont van, amit csak mi képviselünk, csak mi szeretnénk eltörölni a mentelmi jogot, csak mi szeretnénk az előbb említett kommunista vezetők kizárását a közéletből, de ha már szivárványzászlónál tartottuk, csak mi lépünk föl a homoszexuális propagandával szemben, olyan szinten, hogy mondjuk a felvonulásukat is betiltanánk természetesen. Tehát hosszasan sorolhatnánk azokat az alapvetéseinket, ami alapján azt gondoljuk, hogy a mi hazánk mozgalomnak küldetése van. Valóban legfiatalabb pártként van még szervezni valónk, és a jobbikban való csalódás után a választók felrázása is nyilvánvalóan egy nagy feladat. De azt gondolom, hogy mi pont azzal bizonyítottunk, hogy mi már átestünk a tűzkerességen, azon a kísértésen, hogy a hatalom mindenáron való megszerzése érdekében felkínáltak vonagábor vezetésével még valamiféle elftelen köpönyek forgatást. Mi azonban ebből nem kértünk. Mi pontosan azt mutattuk meg, hogy ilyen esetben is képesek vagyunk ellenállni valamiféle emberi gyarló kísértésnek, és ezzel szemben az elvszerű utat járva. Még ha nehezebb is ez az út, de nekünk küldetésünk van, azt gondolom, hogy a kormánynak is sok esetben lelkiismerete kell, hogy legyünk, és faltörőkosként kell, hogy előre menjünk számos kérdésben. Ahogy láthattuk, hogy a könyvdarálással már elértünk egy alaptörvény módosítást, amivel lényegében az oktatási intézményekben alaptörvényi szinten legalábbis már meg lett tiltva ez a homoszexuális és egyéb ha. propaganda. Ön személyesen is ismeri Jakab Pétert. Ön szerint milyen miniszterelnök lenne belőle? Hát álmodik a nyomor, ő ezt meghirdette természetesen, de ha már a meséknél tartottunk az előbb könyvdarálás kapcsán, akkor ezt a mesét természetesen folytathatjuk, azt, hogy, hogy egy ilyen legény miről álmodozik, de hát nyilvánvalóan a nagy csalódás személy szerint az ő útja, az ő köpenyek forgatása is természetesen, de ha konkrétan mondjuk egy miniszterelnök jelölti ambícióit nézzük, őnek is szakmai felszorolását még soha nem látta senki, mert hogy nincs. Tehát benne nincs egy olyan igényesség, mint egyébként azért ismerjük, -e, hogy Vona Gáborban volt, hogy a költségvetés vitájába fölkészült, átnézte azt a több száz oldalt, szakértőkkel egyeztetett. Jakab Péterre soha nincs ilyen. Tehát ő egyfajta proli hangon próbál Gyurcsány versenyezve, ö, akár trágárságban is, hiszen ez, a jász, zá, ez van a zászlajukra is írva, ugye O1G, ez tartja őket össze, program helyett, közös nevező helyett, de nem láthatunk szakmai alapvetéseket, tehát ez egy nagyon ijesztő dolog lenne, hogy mi történne, ha ők kormányra kerülnének. Még ez a veszély azt gondolom, hogy nagyon komolyan nem fenyeget, főleg, hogy Jakab Péter legyen miniszterelnök, hiszen láthatóan Gyurcsány Ferenc vagy felesége az, aki inkább vezetheti, esetleg Karácsony Gergely ezt a szivárványkoalíciót.